reggel Toronto, sziasztok! Reptére megérkeztünk olyan reggel 6 környékén, itten idő szerint. Én reggel 9 körül bejöttem a városba, kicsit körülnézek. A reptér és a város között nagyon jól ki van építve. Ez a Up Express, ez a Union Person, a Union a belvárosban lévő tér, a Person pedig a reptérnek a neve. 12 kanadai dollárért behoz, ma 2.11 az árfolyam, tehát magyarul ilyen 2500 forintért be lehet jutni 25 perc alatt, ez a legpraktikusabb. Van kb. 10 órán, este olyan 9 körül kell visszérni a reptérre, úgyhogy valószínűleg elég zombi leszek, mert 4 órát aludtam a gépen, de nem baj, most ezt ki kell használni. Ez ezzel jár ez a kaland. És elindultam gyalog a part irányába. Az első, ami egyből szembe tűnik, ugyanúgy, mint San Franciscóban, hogy építkeznek mindenhol. Tehát gyakorlatilag ott épül egy felhőkarcoló, felhőkarcolók mindenhol, ott is építkeznek. Bár nem annyira, mint korábban, de még most is nagyon nyitott politikát folytat az ország. Pont mostanában nézegettem, hogy lehetne egy második útlevelet szerezni, és még mindig Kanada azok között, az országok között van, ahol viszonylag egyszerű egy ilyen 3 és fél év alatt nagyjából meg lehet szerezni. Viszont látszik, hogy nagyon nyitottan állnak hozzá, ugye mindenféle népcsoportok békében élnek itt egymás mellett, így is lehet. Hát ennyi volt az öbből, elmegyünk a legnagyobb piac térre, a világ egyik legrégebbi piacára, és utána föl a tévétoronyba. Most 346 méter magasan. Lehetne menni még 440-ig, de igazából fölösleges, mert ez pont elég. Akárhogy is nézzük, és akármennyire biztonsági üveg, azért ez 350 méteren, ez para. Hát ez volt a kis villámlátogatás Torontóban. Délután 4 óra van, visszértem a reptérre, még itt dolgozunk egy pár órát, aztán este remélhetőleg csúszás nélkül elindulunk. Délután 17:30. Rossz ezt mondani, de sajnos megint egy érdekességet szeretnénk mondani a reptérből, hogy mennyire máshogy működik itt minden. Gyakorlatilag azt mondják, hogy nyugodtan mindenki üljön az asztalokhoz, és használja az ott található dolgokat. Függetlenül attól, hogy fogyaszt vagy nem. És minden asztal úgy néz ki, hogy... gyakorlatilag le van téve egy iPad, itt tudsz fizetni, itt tudsz megrendelni bármit, és nyugodtan ilyen bőrkanapékba tudsz dolgozni. És még egyszer, ez mindenkinek megvan az a lehetőség. És ki is próbáljuk most élőben, hogy működik. Halihó! Mert hiszen eljött a holdpont, és nem ártana egy jó kávé, és azt mondjuk, hogy food. Akkor kérünk szépen egy portádot és egy amerikánot, mert mi baj lehet. Na, tehát megrendelünk egy ilyet. Egy. Kb. 5 perc. Na, egészség. Egészség.
17 órája pontosan ugyanide érkeztünk. Most pedig lassan csekkolunk be, irány vissza Európa, és szombat este Budapesten találkozunk. Ez egy jó hely volt, azt mondjuk el, hogy egyik legjobb repülő volt, ahol valaha hibátlan, jártam. Hibátlan, benne van a videóban. Akkor